Eddig 2% kamatot kellett fizetniük azoknak, akik felvették a felsőoktatási hallgatók számára elérhető diákhitel 2-t. A kormány viszont mostantól könnyít a törlesztésben. Novák Katalin keddi sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy októbertől eltörlik a diákhitel 2 kamatát, a kamatok megfizetését pedig a kormány vállalja magára. A család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár kiemelte, az intézkedés nem csak a jövőben felvett hitelekre vonatkozik. A diákhitel 2 kamatának a 0%-ra való csökkentése a már folyamatban hatályban lévő diákhiteleket is érinti. Tehát mindenki, aki jelenleg diákhitel 2-vel rendelkezik, ebben a fél évben már élni fog a hitel kamatának 0%-ra való csökkentésének lehetőségével. Az államtitkár azt is közölte, hogy 2018. februárjától a diákhitel már nem csupán a tandíjra vehető igénybe, hanem az idegen nyelvi képzésben résztvevők esetében a térítési díjra is elérhetővé válik. A változásra való tekintettel idén a diákhitel 2 igénylési időszaka is kitolódik szeptember 30-ig. De az sem jár rosszul, aki már befizette az önköltséges díjat, hiszen október 15-ig visszaigényelheti azt, és felveheti a diákhitel 2 konstrukciót. A diákhitel 2 mellett a diákhitel 1 esetében is számottevő változások lépnek életbe 2018. február 1-től. Az első és az egyik legfontosabb az az, hogy 50 ezer forintról 70 ezer forintra nő a havonta fölvehető hitelösszeg. Ennek egyszerű oka van, az elmúlt 5 évben jelentősen megnőttek a felsőoktatási tanulmányokat folytató hallgatóknak a napi kiadásai. A 40 évről 45 évre megemelkedő korhatár, hiteligénylési korhatár szintén egy olyan döntés, amit azt hiszem, hogy az élet maximálisan alátámaszt. Ugye egyrésztről jelentősen kitolódik a felsőoktatásban tanulóknak az átlag életkora, másrésztről pedig nagyon sokan vannak olyan középkorúak és középkorú fiatalok, akik másod vagy harmad diplomájukat szeretnék megszerezni. További változás, hogy a fia vagy egy éves külföldi tanulmányokban, például Erasmus ösztöndíjban résztvevőknek arra is biztosítanak lehetőséget, hogy a diákhitel egy összegének kétszeresét, azaz akár 140 ezer forintot vegyenek fel havonta. Ezen kívül újdonság, hogy a diákhitel egy törlesztését bevonják az adó- és járulékmentes kafetéria juttatások körébe. A gyesen is jelenlévő szülőhöz hasonlóan pedig a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülők esetében az ellátás folyósításának ideje alatt az állam átvállalja a kamat megfizetését az ügyfél helyett.